Megérkezett Kijevbe a kínai békedelegáció. A pekingi külügy jelezte, kész a konfliktus rendezés élére állni. Az ukránok ugyanakkor azt közölték a kínai diplomatával, hogy nem fogadnak el olyan béketervet, amely ukrán területeket juttatna Oroszországnak. Eközben Japánban gyűltek össze a G7 országok állam- és kormányfői. Joe Biden amerikai elnök arról beszélt, hogy nem csak Oroszország, hanem Kína ellen is összefogná a nyugati országokat. Sűrű füstfelhő borult csütörtök reggel az ukrán fővárosra. Ez volt ebben a hónapban a 9. rakétatámadás Kijev ellen. A főváros katonai adminisztrációja közölte, az összes rakétát semlegesítették, a lehulló törmelék azonban több helyen tüzet okozott. Megégett, többek között egy garázs, a benne parkoló gépjármű megrongálódott. Épp aludtam, amikor két nagy robbanás felébresztett. 20-30 perc múlva hívtak, hogy tűz ütött ki a garázsomban. Amikor idejöttem, láttam a rakéta maradványokat, az automat és garázsomat romokban, mondta a tulajdonos. Herszon megyét 90 találat érte, 3-an vesztették életüket. Odesszában egy ember meghalt és 2-en megsérültek. Zaporizsja régióban egy 68 éves nő vesztette életét a légicsapásokban. Az elmúlt napon az ellenség 15 rakétatámadást hajtott végre, többek között Bahmut, Herszon és Odessza városai ellen. Továbbá 42 légicsapást és 101 rakétatüzérségi támadást rögzítettünk. A támadás civileket is érintett. Lakóházak is megsérültek vagy elpusztultak, mondta a hadsereg szóvivője. Ez alatt Kijevbe érkezett a kínai békedelegáció. A pekingi küldött Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel ült tárgyalóasztalhoz. A kijevi külügy első embere kijelentette, nem fogadnak el semmi olyan béketervet, ami ukrán területeket játszana Oroszország kezére. Li Hui kínai küldött felszólította a feleket, mielőbb kezdjék meg a béketárgyalásokat. A kínai külügy jelezte, Peking kész a béke folyamat motorjává válni. Nincs csodaszer a válság megoldására, mindenfélnek lépnie kell, meg kell teremteni a kölcsönös bizalmat és a béketárgyalások feltételeit. Kína kész a nemzetközi közösség élére állni a kérdésben, mint egy közös nevezőként szolgálni a felek között, mondta a külügyi szóvivő. Az ukrajnai háború dominálja a diplomáciai diskurzust a kínai tenger túloldalán is. Hiroshimában gyűltek össze ugyanis a világ legerősebb gazdaságainak állam- és kormányfői a pénteken kezdődő G7 csúcs találkozójára. Kishida Fumio japán miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén Joe Biden amerikai elnök jelezte, a G7-ek igyekeznek megerősíteni szövetségüket Oroszországgal és Kínával szemben. A modern történelem talán legösszetettebb biztonsági kihívásaival nézünk szembe. Büszke vagyok, hogy az Egyesült Államok és Japán együtt áll szembe ezekkel a kihívásokkal. Közös értékeket vallunk, többek között Ukrajna nagyszerű lakosainak támogatásában és Oroszország felelősségre vonásában brutális agressziójával szemben, mondta az amerikai elnök. Elemzők emlékeztetnek, nem véletlenül választották a történelemből jól ismert várost a G7 országok csúcs találkozójának helyszínéül. Az atombomba sújtotta Hiroshima a nukleáris fegyverkezés elleni küzdelem egyik szimbolikus helyszíne. Az atomfenyegetés pedig, mint fogalmaztak, a háború miatt napjainkban is aktuális.